Szerdán indult a mosógépcsere program, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hirdetett meg. Július 1-től elsőként a Nyugat-Dunántúli régióban, Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala megyében lehetett pályázni. Ennek a szervíznek az ügyfélköre már hetek óta készül a meghirdetett programra, amivel akár 45 ezer forinttal lehet olcsóbban új mosógépet venni. Már nagyon várták, hetek óta erre hivatkoznak nálunk, akik kihívtak bennünket javításra, hogy csak annyira javítsuk meg a gépüket, hogy egy-két hét múlva lesz ez az akció, és ők leszeretnék cserélni, de most az egy-két hetet nem tudják kihúzni mosógép nélkül, úgyhogy bütyköljük meg amennyire tudjuk, és utána pedig szeretnék lecserélni mindenképpen az akció keretében a készülékeiket. A szakemberek szerint azonban a mosógép esetében a túl takarékos üzemmód gondot is okozhat. A gyártók néha ugyanis túllőnek a célon, és a mosás hatékonysága csökken az alacsony vízfelvétel miatt. Nagyon sok készüléknél hiányzik. Nagyon sok készülék már annyira energiatakarékos, hogy nagyon kevés vízzel mos. Hogyha valakinek érzékeny a bőre, bőrkiütésre hajlamos, allergiára hajlamos, inkább az A1-es vagy az A2-es energiaosztályt válaszol, mert az A+-osnál sajnos a negatív tapasztalatok alapján a kevés vízfelhasználás miatt nagyon sok visszajelzés jött, és tényleg mi is tapasztaljuk saját családon belül, hogy visszaüt néha a bumeráng. Tehát néha már túlságosan a túloldalára kerülünk az energiaosztállyal. Annyit energiában pedig nem spórolnak sajnos már a készülékek, amit elvárható lenne tőlük, mivel egy csapvizet veszünk alapul, mondjuk egy 40 fokos vizek a felfűtése, mai napban is ugyanannyi energiát kell, hogy felhasználjon, mint régen. Tehát ugyanúgy 2800 és 3000 watt körüli fűtőbetéteket alkalmaznak. Az energiatakarékosság mellett vásárláskor egyéb szempontokat is érdemes figyelembe venni. A funkciók, amik nagyon fontosak, egy-egy készülék milyen tudás, milyen extrákkal rendelkezik. Mert sajnos úgy, mint az autóknál, veszem példának a német autókat, hogy alapárban nem adnak mindent a készülékhez, ami nagyon fontos lehet a hétköznapi életben. Visszatérnek az öblítőstöphöz, vagy mondjuk a centrifuga fordulatához. Nagyon-nagyon sok funkcióért külön fizetni kell. Tehát vannak olyan készülék, ami olcsóbb, de már tartalmaz ezeket az extrákat, úgymond funkciókat, amik egy háztartásban nagyon fontosak. Az öblítőstöp például a függönymosásnál és az elmúlt a gyerekruháknál, gyűrődés szempontjából, vagy pedig nagyon kényes sejemanyagoknál nagyon-nagyon fontos. A régióban az óriási érdeklődés miatt már fel is kellett függeszteni a programot. Előfordulhat azonban, hogy az országos keretösszegek átcsoportosításával megyénkben még lesz lehetőség pályázni energiatakarékos mosógépre. A most befogadott pályázatok eredményességéről 120 napon belül döntenek.